Elkezdődött a Blahalújza tér felújítása, a körúton mindkét irányba egyes sávot zárnak le. A felújítások első szakasza várhatóan szeptember közepén fog véget érni, a tér teljes megújulására pedig jövő évig kell várni. Szerinted milyen lesz a közlekedés itt a Blahán? Hát figyelj, már most borzasztó. Az autók állandóan átmennek azon a zöldön, ami nem kéne, mert közben pirosra vált, mert beérnek a kereszteződésbe. És meg fognak állni. Majd középen. Ez eddig is így volt, ehhez a mínusz egy, egy másfél sáv az csak még rosszabb helyzetet fog szülni szerintem. Kocsival itt esélytelen átjutni a Blahán, szóval amúgy is elesett a város, mióta biciklisáv van, de így meg egyenesen rémálom lesz. Egyszerűen nem lehet mozogni se. Akkora sorok vannak, hogy valami eszméletlen. Egy biciklisávba járkálunk. Ez van. Rövidebb idő alatt, nádulat ide értünk, most körülbelül egy olyan 3-4 órája jöttünk. Hát van dugó, van nagyon azok. Fú, a papukunk meg a patikába. 20-30 perc itt kell állni. Kupleráj. Az. Eddig is ez volt a kerékpársávok miatt, most meg abszolút nem lehet közlekedni. Petőfi híd másik oldalán áll a sor. Másfél óra, mire beér az ember. Mivel rengeteg autós behajtott a lezárt sávba, ezért az előbb két munkás elhelyezett kordonokat, hogy nyilvánvalóan jelezze az autósoknak, hogy nem tudnak most jobbra Rákóczi útra befordulni. Nagyon nehéz haladni, nagyon nehéz. Reggel itt álltam. A keletitől jöttem idáig, szerintem az, aki nem buszsávba jön, az egy fél óra, 40 percet itt áldogál. Meg kellett volna csinálni, volt másfél évünk, én úgy gondolom a Covid alatt. Semmihez nem nyúltunk most, hogy itt a nyár, és közlekednének az emberek, most akkor elkezdtük ezt csinálni. Szerintem ez kritikán alulja, ami most megy. Ezek a folyamatok sajnos nincsenek tekintettel a járványra, és nem szeretnék semmilyen szempontból riogatni, nem szeretnék semmilyen szempontból negatív szenáriókat fölvázolni, de egyáltalán nem biztos, hogy a pandémia után vagyunk. Mire számít, milyen lesz most a közlekedés itt a Blaha környékén? Katasztrofális. Már az. Egy sávra szűkült minden, nem lehet jobbra kanyarodni, fönnakadnak a kocsik. Tehát egyszerűen nincs átgondolva a közlekedés szervezés. Le van zárva egy sávra a kiskörút és a nagykörút, egyszer ez így nem megy. Tehát nincsenek menekülő útvonalak, az a probléma. Időjárástól függően 10-12 hétig fog zajlani a csomópontban a munka. Ez alatt az idő alatt a Rákóczi úton két darab gépjármű forgalmi sávot hagyunk meg mindig, a buszsávot pedig úgy alakítjuk, hogy egy előnyitással elsőbséggel be tud majd sorolni. Tehát így végül is két gépjármű forgalmi sáv irányunként folyamatosan működni fog. BKV-val is nehezebb lesz utazni? Biztos. Biztos. Csak a metró. Hogyha lehet. Mert esélytelen így. A buszsáv az nagyon jó volt a Rákóczi úton, de így szörnyű lesz.